A főtárgyak, hát Scheinbernernek egy nagy biblia, Tanakh, héber irodalom, bibliográfiai gyakorlatok, exegézis, hát hogy? Rótenő, nem csak két Talmud traktátus, Shulchan Aruch, gyakorlati halakha, Bernusovszki a második bibliai tanszék, gyakorlati lelkészkedés, homiletika, Komos, az arámi szövegek a Bibliában, arámi nyelvtan, midrash. El ne felejtsen, még marxizmus is volt, amit egy Rád Zoltán nevű, általában később kitért rabbi vezetett, aki egyben katonaszá, valami katonai rangja is volt neki. Egy nagyon szimpatikus ember, pénteken tartotta az utolsó órába, a legtöbb lógott, de engemet ez érdekel.